Köszöntök mindenkit! Újra itt egy unboxing videó, méghozzá a Corsair A80i. Hát mások a doboz tetején, hogy mi van. Leírás természetesen. Több nyelven, angolul, franciául, és még egy nyelven, amit nem tudok nektek megmondani. Az elején magát a Corsair logót, magát a vízhűtést, Hydro Series. A80i, Corsair Link, és hogy mire jó AMD-re, Intel-re, ha esetleg fókuszál a kamera, na mindegy. A bal oldalán, és a jobb oldalán semmi, a bal oldalán adatok, specifikációk, méret, fan speed 2700 fordulat maximum, plusz-minusz 10%, igen. Hát és ilyesmi, milyen nyomással megy a víz benne, hang 37 decibel, meg egyéb ilyen apróságok, több nyelven ez is. Hátul pedig a különbségek a stock hűtő mellett, az Intel 3770K, overclockolva 4,6 GHz-en, alap az Intel box-sal, tehát az Intel kártyájával félt kap, tehát nem is megy, míg a, ezzel a vízhűtéssel 47 fok, 48 kerekítve. A hang viszont nem nagy különbség a H80-hoz képest, viszont alacsonyabb maga a hangja ennek az egész cuccnak. Nem sokkal, de kevéssel igen. Itt írja, hogy mit tartalmaz a doboz. De ezt majd mindjárt úgyis meglátjuk. Itt vannak a stocketek, hogy milyen stocketre jó. Intel AMD-re minden támogat végül is. A processzort, hogy miket támogat, Opteronok, stb. Igaz, hogy itt az FX sorozat nincs rajta, de azt is támogatja. Hát a kamerát egyelőre gyorsan teszem, hogy kibontom. Itt vagyok, nagy nehezen lehámoztam róla a nylon, és ez így nyílik ki. És itt is van. Tehát először is itt van egy ilyen kis Corsair füzetecske, hogy mi is a Corsair, miket gyárt, RAM-ot, vízhűtést, stb. Flash drive-okat, SSD-ket. Itt a garancia rá. Elvileg 5 év garancia kell legyen rá, de nekem csak 2-t adnak. Itt vannak is használati útmutatás, mik vannak benne, tehát hogy kell felszerelni. Ezt majd elhozzuk. Bár úgyis a cégnél fogom összerakni. Itt egy kis fólia, na és itt vannak a cuccok. Először is a legnehezebb cucc, maga a radiátor. Jó nagy. Ezt majd mindjárt. Itt vannak a coolerek. Egy cooler. Még egy cooler. Dizájnos, nekem tetszik. Lássuk, mi van még hozzá. Ebben vannak a foglalatok. Le van ragasztva természetesen. Itt vannak. Ez jön hátra, és ez jön hátra. Ez Intel, stocketre, AMD-ra. Nekem AMD lesz. Itt vannak ezek a coolerek, nem fogom kibontani őket, mert ezeket felesleges. Itt van a Corsair Linknek a kábele, amit ügyesen nem is ejtettem. Hát itt látszik, hogy itt jönnek a csatlakozók, az új mini USB vagy micro USB, mini USB azt hiszem. Itt jön a cooler, ez jön majd rá az alaplapra.
itt a másik fele is, ez pedig azt hiszem, hogy SATA csatlakozóra kell majd dugni, de majd megnézem a leírásba, és itt vannak a csavarok hozzá, tehát minden csavar lesz beszereléshez, ezt vissza is dobjuk. Na és egy pillanat, még kiveszem magát a radiátort. Hát itt van maga a radiátor. Hoppá. Mennyire látszik, kicsit kapkodok, mert sietek. Itt a zaj, ez jön rá a processzorra, majd a Fortune. Ez nagyon hajlékony, sokkal hajlékonyabb, mint gondoltam. Itt vannak maga a csatlakozók, SATA csatlakozó. Ez gondolom, majd lesz valamilyen cooler, bejön rá. És itt van maga a Corsair logóval ellátott fej. Ez majd fog világítani olyan színen, ahogy beállítjuk neki. És itt van fent az USB port és a másik port is, és ide jönnek oldalra a ventilátorok bekötve. Na hát ennyi lenne ez az unboxing, felesleges erről többet beszélni, majd beszerelem és jön teszt róla. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!